Augusztus 1-től ismét új plébánosa lesz az újhatvani római katolikus plébániának, ugyanis Farkas László atyát Dunakeszire helyezik át. Az újhatvani atya 3 évet töltött a városban, de ez idő alatt számos közösségépítő tevékenységet végzett el. Mai műsorunkban Farkas László atyával visszaemlékezünk a kezdetekre, de a plébános felidézi a legszebb élményeket és a kihívásokat is. Milyen volt az érkezés? Hogyan sikerült beilleszkedni? Hogyan fogadták a hatvaniak? Egy nehéz pontban érkeztem, amikor a közösség is gyászban volt. Nagyon sokan szerették, meg a mai napig szeretik Levente atyát. És én is gyászban voltam, mert több mint 10 évig az ifjúság szolgálatában nagyon sok örömet éltem meg, és most ezt el kellett engedjem. És ezzel mutatkoztam be a híveknek, hogy ti is gyászban vagytok, én is gyászban vagyok, de én tudom, hogy meg fogjuk szeretni egymást. És ezt nagyon hamar tapasztaltam, ahogyan körülvettek a hívek, mindig beosztották, hogy most éppen kifőz nekem valami finomat, tehát egy ilyen vigasztalást kaptam az emberek szeretetén keresztül. És úgy érzem, hogy talán ezt tudtam nyújtani nekik is a gyászukban, a veszteségükben. És milyen volt az itt töltött 3 év? Mire a legbüszkébb, mik voltak benne a tevékenységek? Hát, hogyha össze lehetne foglalni, hogy milyen volt ez a 3 év, akkor leginkább azt tudnám mondani, hogy otthonra leltem. Annyira, hogy hát, hogy úgy döntöttem, hogy átjelentkezek ide, és hatvani polgár leszek. Most nagyon meglepő, hogy püspök, hogyha mégis elhelyez, nem így terveztem, és még mindig az van bennem, hogy én maradok hatvani lakos, mert az a macera, amivel jár egy ilyen átjelentkezést, nem hiányzik nekem. Valójában ez volt a legfőbb tervem, vagy legfőbb vágyam, hogy évek során sikerüljön kialakítani azt, hogy a kisgyerekektől kezdve a nyugdíjasokig, a fiatal házasoktól, a már érettebb házasokig mindenkinek lehessen olyan közössége az egyházban, ahova ő tartozhat. Tehát ez volt a legfontosabb tervem. Sikerült ezt megvalósítani? Hogy érzi? Hát úgy érzem, hogy elég közel jutottunk hozzá. Tehát akár csak a gyerekklubokra gondolok, hogy alsósoknak van 2 csoport, aztán felsősöknek, középiskolásoknak van egy nyugdíjas közösségünk, van felnőtt katekézis, ahova azok járnak, akik készülnek valamelyik szentségre, és nagy ünnep volt néhány hete, felnőtteket keresztelhettem. És én láttam az örömüket, a boldogságukat, hogy ők Jézushoz tartozhatnak egy hosszabb folyamat eredményeképpen. De ugyanígy indult egy családos csoport, vagy a jegyesek csoportja, és látom, hogy nagyon sokat fejlődtek. És a 3 év alatt volt esetleg kihívás, vagy mélypont? Személyes életben akár, vagy ugye a hivatásban? Igen. Hát egyrészt, amit mondtam, az érkezésemkor ez a kettős gyász, aztán utána talán a legnagyobb mélypont volt édesanyámnak a halála, és rá 8 hónapra pedig az édesapám halála. És tényleg ezt a 3 évet sajnos ez a folyamatos, vagy komplikált gyász jellemezte, és a hatvaniak tanúja voltak így a gyászomnak, de embernek bizonyultak. Tehát nagyon sokat jelentett, amikor ott láttam a hatvani testvéreket, édesanyám, aztán édesapám temetésén, gyászmisén, nem hagytak egyedül bajban. Ebből az időszakból mire a legbüszkébb az elmúlt 3 évből? Hát lehet, hogy nem annyira büszke vagyok, mint amennyire hálás, bár talán van benne büszkeség is. Tehát az egyik, hogy valahogy Isten adta azt a kegyelmet, hogy nem roppantam össze.
és hogy mégis tudtam erőt adni. Talán olyanoknak is, akik hasonlóan veszteségeket éltek meg az életükben. Aztán az, hogy csak nem minden korosztálynak elindultak ezek a rendszeres közösségi alkalmak, és az embereknek van hova tartozniuk. Mi fog innen 60-ból a legjobban hiányozni? Hát egyrészt a gyerekmiséknek az atmoszférája, azok a őszinte nyitott, szomjas lelkek, meg az a játékosság, amivel ők egyre többen itt voltak a diákmiséken, amikor jött Picúr, a nagyszerű, és kis barátok lettek a Picúrral. És ahogy láttam, hogy egyre több apuka is jön, tehát hogy családostól elindultak emberek Isten felé. Ez a légkör, ez egészen biztosan, hogy fog hiányozni. A másik pedig az a gondoskodás, amivel a hívek körülvettek. Valóra vált az evangélium szava, amit Jézus mondta, hogy ti keressétek először Isten országát, és mindezek megadatnak nektek. Tehát, hogy ne aggódjatok a holnap miatt, meg a megélhetésetek miatt, mert erről majd az Úr gondoskodik. És ez tényleg ilyen fogható volt 60-ban, hogy én gondoskodok Isten országának az ügyéről, az emberek szívében, a lelkekről, ők pedig gondoskodnak arról, amire nekem szükségem van, anélkül, hogy kérném. És mit üzen a híveknek itt 60-ban? Az az őskeresztény himnusz jut eszembe, hogy hol szeretet és egyetértés, ott az Isten. És ez a legfőbb üzenetem, hogy lehet, hogy vannak személyes különbségek, feszültségek, ellentétek, emberek, csoportok között, de hogy az Isten mindig odaküldi áldását, ahol békességben együtt vannak a testvérek, és ahol egység van a lelkipásztorral. Tehát ez a legfőbb üzenetem, hogy fogadják az Attila atyát, aki utánam jön, Kecskés Attila atyát, azzal a szeretettel, mint engem, és legyenek vele egységben. Attól az üzenettől, amit ő hoz, mint Krisztus küldöttje, engedjék magukat megváltoztatni, és váljanak egy olyan egységes közösségi, ami aztán 60-nak hosszú távon a továbbfejlődését és erejét fogja jelenteni. Ez a legfőbb üzenetem, hogy ahol szeretet és egyetért, és ott az Isten. A plébános ezzel a gondolattal folytatja útját Dunakeszire is. A közösség építő szándékait augusztus 1-től már neki is ott kell folytatnia. A hír váratlanul érte az újhatvani atyát, de mivel hivatásában engedelmességet fogadott, természetesen igyekszik ebben is Isten akaratát szolgálni. Április környékén fölhívott Marton Zsolt püspök atya, hogy áthelyez Dunakeszi főplébániára és Dunakeszi alag plébánia plébánosává, illetve rám bízná az akolitusokkal való foglalkozást. Az akolitus azok olyan felnőtt férfi munkatársak, akikre különböző feladatokat lehet bízni, mind az istentiszteleten, mind a közösségszervezésben. Egy-egy nagyobb plébániai központot, hozzá tartozó plébániákkal, akár egy nagyvárost, akár 10-15 faluból álló egységet akar bízni egy plébániai vezetőre, és az a gondolata, hogy legyen mellette egy másik pap, én is kapok egy fiatal energiát, a Balázs András atyát, és akkor ketten kell megoldjuk először ezt a két plébániát, és hogyha már a nyugdíjkorhatár közelében lévő Károly atya nem bírja tovább, akkor várhatólag a harmadik plébánia is ránk lesz bízva, úgyhogy még szurkolunk neki, hogy még sokáig tudjon helytállni, és először meg tudjunk ismerkedni a várossal. Mondtam püspök atyának is, hogy amikor kinevezték őt az egyházmegye püspökévé, igazából még most lesz egy éve, én egy kéréssel fordultam hozzá, ez pedig az volt, hogy kérem, hogy hagyd dolgozhassak hosszú távon 60-ban. Sajnos nem ígérte meg. És most ezt újra elmondtam neki, hogy ez az egy kérésem volt. Ő pedig erre azt mondta, hogy sajnos
most újra kell gondolnia az egész egyházmegyének a struktúráját, és valóban a papok egyharmadát áthelyezte, annyit tud ígérni, hogy most viszont ezeket a helyezéseket már hosszú távra tervezi, és hogy én is úgy gondolkodjak, hogy ott viszont akkor megígéri, hogy hosszabb távon szolgálhatok, akár 10-15 év távlatában. Hogyan éli meg a papságot? Mert hogy akkor láthatjuk, hogy nagyon sok viszontagság, kihívás van ebben. Igazából egy kihívásokkal teli kalandként élem meg, amelyben egy állandó van, egy permanens valóság, ez pedig Krisztusnak a hűsége. Ő velem jön bárhova, küld is, nem hagy cserben. És eddig az volt az erős tapasztalatom, hogy akárhova megyek, ha Krisztus velem jön, és én nem hagyom előtt, akkor ő ott életet generál, közösségek születnek. És ez ad nekem örömet és biztonságot ehhez a kalandhoz, hogy végül is a világ végére is el kell menjek vele, hiszen engedelmességet fogadtam a püspöknek, amikor fölszenteltek. És hogyha először nem is látom a miérteket, ő majd meg fogja mutatni, hogy miért is kellett most 3 évre jönnöm 60-ba, miért csak 3 évre, és aztán mi a terve velem az új helyen. Mit gondol arról az emberek, mennyire nyitottak a hitéletre, mennyire nyitottak Istenre? Azt látom, hogy az emberek keresnek valamit, és nem tudják, hogy amit keresnek, az Isten. És ezért ilyen pótszereket nyújt nekik Isten helyett a világ. És akkor elhiszik, hogyha több pénzük lesz, több élvezet lesz az életükben, akkor megtalálják a szívük békéjét, és egy idő után üresnek érzik magukat, és akkor föltör egy ilyen spirituális szomjúság. És itt van a nagy felelősség, hogy a tiszta forráshoz visszük-e őket, Jézus Krisztushoz, vagy pedig ilyen valláspótlékokba fognak menekülni, ezoterikus vagy egyéb tartalmak felé. És ez a tapasztalatom, amikor egy ilyen szomjas lelket, vagy ráébresztünk arra, hogy amit te keresel, az nem található meg a világban, csak az Istenben. A papságomban az egyik legnagyobb élmény, amikor láthatom egy embernek a megváltozását. Akár egy reménytelenségbe csúszott ember reménykedővé válik, vagy egy üresség felé haladó lélek megtelik Istennek a szeretetével. Amikor papként odaállhatok valaki mellé, és segíthetem őt az Isten felé vezető úton, meg az élet helyzeteiben, akár életkríziseiben kísérhetem, hogy jó döntéseket hozzon. És utána visszanézve az életének arra a szakaszába, ahol kísérőként oda szegődött mellé Krisztus abban a papban, vagy abban a testvérben, azt látja, hogy ez egy áldást hozó időszak volt. Lehet, hogy nagy szenvedések is voltak benne, de egy spirituális tapasztalattá válik, egy igazi Isten élményé válik az, ahogyan utána összeállnak a mozaikok, hogy minden a helyére kerül.